Hajórányok és srácok, én Csongi vagyok, és itt van velem Dominik. Cső. És elérkeztünk a Brodapest, nem tudom kívánni. És elérkeztünk a Brodapestes csatorna legújabb videójához. Ha az előzőket nem láttatok volna, akkor nyugodtan kattintsatok rá a csatornájába, vagy a leírásra, és ott meglátjátok. Megtaláljátok. Na, a mai videóban arra gondoltunk, hogy kiderítjük, hogy ki az idősebb, illetve hogy ki milyen nemű. Igen. Mert hogy nemű. Igen. Szóval, van itt egy tesztünk, ami arról szól, hogy 10 darab kérdés után elmondja, hogy hány évesek vagyunk, illetve hogy fiú, vagy lány, vagy egyéb kutya, macska. Úgyhogy minden egyes kérdést egyenként megnézünk, és mind a ketten válaszolunk, majd a végére mi megtudjuk, hogy Dominik egy 10 éves kislány. Valójában. Az első kérdés az, hogy gyerekkorunkból ki kell választani egy játékot. És van itt... ez megvan az izé, ezek a forgó... Beyblade. Ja, Beyblade. Dolog is van írva, Beyblade. Hot Wheels, mi az a dance mat? Az a tánc szőnyeg, igazából ez van ilyen játéktermekben, és csak ott ilyen rendes, ilyen fém az egész. És ilyen monitoron néz, mondjuk ott is azt tényleg. Ez olyan, mint a Jazz Dance, csak még ilyen low budget verzió. Ja, ez nagyon low budget verzió. Bratz Dolls, na az lesz. One Direction, vagy Direction mi az? One Direction Dolls. Direction. Nekem az volt, meg volt az összes amúgy. Én is gyűjtöttem. Lego? Én nem tudom, hogy a gyerekjátékokat sose értettem. Tehát a fiúknak az autók az oké. Okay. De hogy a lányoknak egy-egy baba úgy néz ki, hogy én meg ijednék tőle. Mondjuk én barbiztam kiskoromba tesómmal. Ez van, hogyha lány tesótok van. Az jó. Én nem. Vagy nekem fiú. Neked van lány? Nem, fiú tesóm van. Hát akkor nyilván nem barbiztam. Oké. Nem, én autóztam, tehát nekem amúgy volt rengeteg fémautóm, várjál. Nekem is voltak meg ilyen... Ez amúgy... életveszélyes. Látjátok, egyet elhoztam otthonról, ez egy Nissan Skyline GTR, és ez volt gyerekkorom kedvenc autója. Én őszintén ilyen Hot Wheels-es voltam, mert tényleg nekem ezek a fémautók. Ja, gyerekkor. Igen. Én ha most választanék... De akkor... ne, gyerekkorodban szerintem, nem? Igen. Mivel játszottál? Csak el akartam mondani, hogy ha most választanék, akkor ezt a táncosat választanám, de amúgy én Beyblade-es voltam. Aha, jó. Akkor én választom a Hot Wheels-t, meg a Beyblade-t. Mit iszol az esti kikapcsolódásnál? Hát ez ilyen kimenés. Jaj. Mondjuk ez vicces, mert Pesten azt mondják, hogy bemenjünk a városba, vagy nem tudom. Igen. Nálunk otthon Szentgyörgyön, hogy mindig azt mondtuk, hogy mi kimenjünk. Tehát kimegy jössz jól. Egyet, ki tesó, és így az azt jelenti nálunk, hogy kimenjünk az utcára, vagy valahova. Hát nem, mert igazából nálunk úgy van, hogy a város, ugye az élet az a városon belül van. És hát azért, nálunk is, de mégis azt mondtuk, hogy ki jössz egyet, nem bejössz egyet. Szóval nem tudom, ez ilyen furcsa. Na mindegy. Ez a tere szortot szerintem. Bor, Jäger. Mi az ale? Ale. Megvan az ale? Meg, ale. VKD, szuper fogalom, és koktél, gin tonic, lager. Jó. Valad, szerintem mi nem vagyunk sör. Maradva. Ja. Milyen fiatalok vagyunk, baszki, nem ismerik ezeket. Fehér bor. Bor. Vagy ne, várj, ez most nem gyerekkor, ugye? Ja, nem. Nem gyerekkor vagy ilyenkor. Hoppá. Dupla vodka viszkivel, mi? Hát mostanában inkább borosabb vagyok. Én ale, nem tudom mi az. Amúgy mi lehet az? Keresünk már rá, várjál. Ale sör. Mi? De az nem sör volt. De! De nem, de hát menj már rá. De azt írja, hogy az ale az egy sör. Szüretlen. Ja, én azt hittem ezek ilyen kis satok. Az ale típusú sörök felső erjedésű. Amúgy ezeket nekem tudnom kéne, mert van egy bármixer szakmám, de... De nem tudom. Nem baj. Mert te mis vagy. Jäger. Én a Jäger, nekem az a kedvencem. De az Jäger bomba. Mondjuk fogadjuk el, hogy az most Jägernek is elmegy. Igen. Milyen boldog vagy, hogyha az érzéseidről tud beszélni. Első az, hogy muszáj, hogyha csinálom. Mi? Nem muszáj, hogy csinálom. Ha muszáj, akkor csinálom, de nem szeretem. Szoktam a barátaimmal... Mi az, hogy heft? Miért kéne? Hát gondolom, hogyha elmész egy társaságba és ilyen lelkizős emberekkel mész, akkor nyilván te is meg kell nyílj. Na, ha itt szorongsz, akkor az úgy nem jó. Nem kell, nehogy már. Na mindegy, az a lényeg, hogy a második az az, hogy a, úgymond a barátaidról beszélsz a te crushaidról, tehát az ilyen kiszemeltedről. Ja, igen. Nagyon boldog vagy, de rég többet csinált. Mi van? Ez a kicsikét belevesztem a kérdésekbe. Nagyon boldog vagy, amikor beszélsz az érzéseidről, de többet kéne beszélned az érzéseidről. Oké. Okay. Nem csinálom sokszor, de van, hogy a haverjaimmal így összeülünk. Mindig azt csinálom, mert ez nagyon fontos nekem. Milyen lehet az a csávóval kimenni valahol? Gondolj bele, kimész és így, na hogy vagy? Jaj, képzeld el az exemizését. Úristennek, ha találkoztok velem, ne kezdjetek el velem lelkizni, meg a problémáitokról beszélni, mert annyira nem vagyok együttérző, nagyon rossz tulajdonság, de komolyan. Ha megmondod, hogy meghalt szegény macskád, én lehet véletlen elröhögöm magam.
Én azt mondom egyébként, hogy partneremhez, meg a közeli barátaimhoz. Tehát velük azért hamarabb megnyílok. Mert én olyan típus vagyok egyébként, hogyha megyek egy társaságba, akkor kell mondjuk mit tudom én x óra ahhoz, hogy úgy érezzem magam, hogy most beszélhetek olyan dolgokról, ami... Én ezt választom. Jó, akkor nyomj rá. Én... Hát én nem szeretek. Vagy hát... Nekem is van olyan, hogy nagyon ritka, hogy mit tudom én, így legjobb baráttal érted megbeszélni, de az annyira ritka, hogy ilyen évi egyszer, ha van, de úgyhogy én évi? Inkább... Évi? Ja. Évi? Én nem szeretem. Jó, na következő. Én elrejtem az érzéseimet. Válassz egy Sunday-t. Egy vasárnap. A... Tehát egy vasárnapi filmet. Igen. Miért nézzük vasárnap délután filmet? Inkább szombat este vagy péntek este, nem? High School Musical. Hát, Titanic, Ted. Úristen, easy. Na, hát ez egyértelmű. High School Musical. All we need together. Nem tudom a táncot. Te néztél High School? Nincs olyan, hogy nem néztél High School Musical. Miért? Ha most azt mondom, hogy nem, akkor nem fogod elhinni. Akkor kisétálok innen. Fogaszkodj meg. Meg akartam húzni a választ, azt hittem, hogy ez. Komolyan nem néztél? Tényleg nem. Egy rész se láttam. Nem, vágom, most nem is vágom, hogy mi az. Amit, hogy tudom, hogy van, meg hallottam róla, de soha. Mondok még jobbat. Én Harry Potter-t sem néztem, addig, amíg a barátnőmmel nem kezdtük el. Soha. Én kimaradtam ezekből, én bovoztam egész nap. Gyakorlom a színészkedést, próbáltam otthon magamtól sírni. Kifeszíted a szemed így, mindjárt megy. Könnyes hát a szemem. Nekem nem, nekem ez. De mondom, ki kell feszíjt, és nem szabad pillogtas, és akkor sikerülni fog. Jézus, ezt hogy csinálod? Csongi nem néz ágyból műzéket. Ott van. Látszik, hát mondom, rendes könnyed lett. Őszintén én nem tudom, mit néztem. Én ilyen Mean Girls, nem. A Tedet, az, az nagyon bírom. Az nagyon jó. Melyik az a telefon, amit gyerekkorodban a legjobban szeretél? A Nokia, az a régi Nokia. Az ez a 3310, ez szerintem ikonikus telefonja egyébként ennek a generációnak, ami mi vagyunk. Bár én nem azt szerettem a legjobban. Én sem. De milyen telefonjaid voltak először is ezek az közül? Azonban nincs itt az, nincs amelyiket itt. Én azt szerettem, amelyik ilyen joystickos volt a közepet. Jó, ja, volt nekem olyan Samsungos. És volt, nekem, nekem Sony Ericsson. Vagy az, aha. Na mindegy, amúgy nekem volt ilyen Nokia-m, ez a 3310-es. És annyi volt a sztoria, hogy 2 évig volt nálam, aztán anyum egyszer kimosta a nadrágomat, és benne volt. Úgyhogy cserébe kaptam egy ilyet, ezt a Motorola valamit. 2 héttel később voltak városnapok, és ütött ilyen dodgemeztünk, és ott maradt az a dodgembe. Úgyhogy utána még kaptam egy másikat, mert kisírtam, és az meg egy ilyen, hát ilyen Samsung volt, ilyen felcsúsztathatós, azt meg egyszer kiejtettem a negyedik emeletről. Nekem izé, ki kellett könyörülni, hogy kapjak végre egy új telefont, egy érintőképernyős Samsung Corbit. Az a telefon, meg a Galaxy Mini, vagy mi volt az? És már vagy 5 éve használtam, tesómnak meg már folyamatosan jöttek a jobbnál jobb telefonjai, és így próbáltam... Figyelek! Próbáltam összetörni a telefon, hogy végre kapjak egy másikat. Remélem apa, anya nem nézitek ezt, bár mondjuk tök minden. Próbáltam összetörni a telefont, és esküszöm, nem lehetett összetörni. Volt olyan, hogy így földobtam. A Nokia is olyan volt amúgy. Földobtam, leesett fejjel lefelé, és semmi baj nem volt. Volt olyan, hogy képernyővel így elkezdtem elcsúsztatni a betonon, semmi baj nem volt. A Nokia, az a 3310, az olyan, hogy leejted a padlóra, és így eltörik a padló, baszki. Na várj, akkor válasz. Nekem amúgy ez. Ez ugye egy iPhone 4-es, nem 4-es. 4-es. 4. iPhone 4. 4-es. Nem 4-es, 4. Igen, nem 4-es, hanem 4. 4-es. iPhone 4. Egy 4-es iPhone. Ez volt az első rendes okostelefonom, de az a lényeg, hogy ezt nagyon imádtam, tehát ez mai napig megvan, és így... Cuki. Ha igazi gyerekkori telefont fogunk nézni, akkor, inkább ez a... Nekem a Nokia. Nekem az volt. A Snake. Nekem is, mert igazából nem tudom. Nekem a joystickos lenne, de mivel nincs itt, ezért muszáj az a Nokia ugyanaz. És a Blueberry, ez nem olyan... Á, nem. Jó. Ez gyenge volt. Válasz egy cartoon karakter, az a mese... Mesefilm... Mese... Hős. Hát ja. Hősmese. Egy szereplőt egy meséből. Szereplőhős. Ja. Esza. Esza. Hát amikor én gyerek voltam, hol volt az hol az Esza? Hol volt a jégvarázs, mi ilyen? Mondja, hogy úristen, ez most Scooby-Doo. Ez most nagyon nehéz halljak meg. Én szintén nekem Scooby-Doo. Pindur pandurok. Melyik reggeli, úgymond, tempting az ilyen... Hozzád? Nem élik, hanem ilyen... Hát amelyiket kívánod ami a legjobban. Ami úgy reggel, úgy két tányérral. Azt a rohadt, hát ez már nem az, amit úgy eszel, hanem ami ezek ami, közül így megkívánsz. Ami amire azt mondod, hogy tessék, 4 tányér és még egy desszert. Aha. Muffin? Amire ránézel és így... Muffin. Muffin!
Mondom, muffin! Olyan, én nagyon szeretem zöld, virágos étel. Nem, ja nem, az avokádó ízét szeretem jobban, a padlizsánkrém, és akkor egyértelműen a lazacos, tojásos szenyót. Reggelente mennyi időt töltesz el az elkészülő? Hát, hogy mennyi időt rakod rendbe magad, olyan szalonképesség. Reggelente, mivel kb. Ruhába alszok el, ezért nincs olyan, hogy nulla másodperc. Sem ennyi. 10 perc amúgy, de ne. Mivel nincs kevesebb, azért 10 perc. Most én azon gondolkozok, hogy nekem amúgy a hajammal mindig izé baszakodnak, hogy nekem mindig így néz ki a hajad, meg hogy mindig be van lőve. Én elaludni a hajam szinte nem tudom. Max annyi, hogy Ferdinál, de hogyha belefésülök, akkor utána tökéletes. Ha hajat kell mosnom azért, mert mondjuk már 2 hónapja nem mostam. Két napja. Akkor a hajmosás az olyan 5 perc alatt megmosom, 5 perc alatt megszállítom, szóval 10 felöltözni 20 nap. Yeah. Úgyhogy én azt mondom, hogy ez a legrosszabb esetben veszek 20 percet. Melyik tévéműsorban szeretnél lenni? A Brodofesben, ha. Már nem azért, de hogy benne vagyunk ebben. Őszintén a felét nem is lenne. Én ezt a Big Bang-es Úristen, nem fog tudni választani. Én eldöntöttem Big Bang. Ez tök jó, ezt nagyon szeretem. Vicces. Az agymenőket imádom, de mint sorozat, tehát nem lennék benne. Úgyhogy inkább a hogyan találkoztam anyáddal. Mi az? Hát milyen idézet az, ami hozzád illik? Aha. Semmilyen. Addig nyújtózkodj, ameddig a takaró. Nem, addig nyújtózkodj, mint a templom egere. Néha szomorú az ember, de itt amúgy van egy csomó. De néha nem. Mi az a... Hát, hogy egyes emberek megérdemelik, hogy elolvadjanak. Tökéletes, ez vagyok én. Igen? Egy a 30-as férfi vagy. A korai 30-as éveidben levő férfi vagy. Én azt mondom, hogy meg tudom csinálni, mert én láttam az életben mindig így próbálok úgy hozzá a dolgokhoz, hogy pozitív. Mit tudom én, van 10 percem egy 2 órás dolga, és így nem baj, megpróbáljuk. Szóval én azt mondom, hogy az vagyok. Mint a ma reggeli, odaérünk 5 perc alatt. De legalább fiú vagy. Tehát azt írja nálad, hogy mi úgy gondoljuk, hogy te egy csávó vagy. És lehetséges. És valószínűleg a 30... Valószínűleg most lettél 30, nem régen. Hát igen, nem. Most kaptál egy jó munkát. Yes! Még akkor is, hogyha az nem teljesen az, amire gondoltál, és nem az álmaid úgymond melója. De az. Nem tudom, kire gondol, én nem ismerlek. Van egy partnered, aki hosszú távú, és úgy gondolod, hogy vele le tudnál úgymond élni az életedet. Szóval a leírásban ott van a link, és próbáljátok ki ti is. Nézzétek meg, és kíváncsiak tudom. Vagyunk, hogy nektek hogy mi jön ki, aha. És ígyátok meg, mit tudom én 16 éves vagyok, de azt 16 éves lány vagyok, és az jött ki, hogy 70 éves öreg nagytata. Írjátok le, hányosak vagytok. Írjátok le, hányosak vagytok, és hogy fiú vagy lány vagy. És azt sem baj, hogy jól nézel egy kép, meg ilyenek. Ha úgy véletlenül úgy adódik, hogy küldesz egy képet. Egy cicadat is. Na, az a lényeg, hogy még mindig úgy érzed, hogy nem nőttél fel. Ez true. És hogy nem vagy készen arra, hogy feladd a fiatalságod. Nemrég fejeztem be az iskolát, hát röpke 3 éve lassan, igen. És hogy szeretnék, most, hogy most menjek egyetemre, vagy hogy befejezem az egyetemet. Hát egyetemre amúgy szeretnék menni, de még nem tudom mire. Miközben gondolkozol a karriereden és a jövődön, mert hogy én gondolkozok, mindig próbálsz sok időt eltölteni a barátaiddal és kimenni, élvezni azért. Tehát ez amúgy igaz, mert én nem szeretek otthon ülni. Ahogy szerintem jó lett ez a teszt. Nekem, én örülök. Kicsit meglepődtem. Én is örülök, hogy egy 30-as. Na, úgyhogy köszönjük szépen, hogy megnéztétek, mint mindig. 30 éves dobi. Írjátok le még egyszer, nem még egyszer, hanem hogy ha még nem írtátok le, akkor írjátok le, hogy mi jött ki nektek ebből a tesztből. Igen, és hogy hány évesek vagy. Akkor hány évek, hogy milyen képet, akkor mindig. A lényeg az, hogy Instagramon ne felejtsetek el bekövetni minket, itt van a Brodapest oldala. Igen, Instája, meg a mi Instánk is. Minket is nyugodtan. Ne felejtsetek el feliratkozni, nyomjátok meg a csengőt, és... És fejeljétek meg a lájkot. Na jó, ennyi lett volna ez a videó, a következő videóban találkozzunk, vagy találkoztok valakivel, úgyhogy... Hájó!